Evet sabah babat pip pop çıkıtut stıkıtut stıkıt pırra pavara pipa. Sziasztok! Kadét Ernő vagyok, és ez itt a Dzsukel Avaker, a Roma Sajtóközpont videóblogja. Valaki nemrégiben megkérdezte tőlem, hogy büszke vagyok-e arra, hogy cigány vagyok. Elgondolkodtam. Vajon büszke vagyok arra, hogy lélegzem, vagy arra, hogy férfi vagyok? Arra, ami a lényünk része, nem tudunk büszkék lenni, hiszen az nem egy eredmény, hanem egy adottság. Valaminek a részévé válni pedig nem magától értetődő, mert elsősorban nem azok vagyunk, aminek születtünk, hanem azok, amivé válunk az évek során. Szűkebb és tágabb környezetünk, a családunk, a társaink pedig folyamatosan hatnak ránk. Az lesz a jó, amit ők jónak látnak, és persze az a rossz, amitől ők félnek. Szép lassan úgy kezdjük látni magunkat, ahogy mások is néznek ránk. Ha apám büszke volt rám, én is büszke voltam. Ha anyám erősnek látott, azzá váltam. De ez történik a negatív visszajelzésekkel is. Amikor óvodában, majd az iskolában elkezdtek cigányozni, először nagyon bántott. Aztán agresszív lettem. Nektek megvan az, amikor nem tudjátok, hogy valaki miért néz rátok annyira ferdén, azért, mert cigányok vagytok, vagy esetleg egyszerűen csak rossz napja van? Sokszor verekedtem, és sokszor indokolatlanul. Nem voltam rá büszke, hogy cigány vagyok. Másodosztályúnak éreztem magam, mert a környezetem is másodosztályúnak tekintett. Aztán cigány akartam lenni, de rendes. Ismeritek ezt is, ugye? Amikor azt mondogatod magadnak, hogy te majd megmutatod a többségnek, hogy te nem olyan vagy, te jobb vagy annál, mint amit az bőrszíned alapján gondolnak. De hiába, valahogy sohasem tudtam megmutatni. Tudjátok miért? Mert legbelül még mindig az a kis másodosztályú cigánygyerek voltam, akit az első iskolai napon berakott a kukába a tanár. Tinédzser voltam már, amikor rendszeresen fizikai fájdalmat okozott, amikor megláttam az iskolabuszt. Vitt oda, ahol mindenáron be kellett bizonyítanom, hogy vagyok olyan jó, mint a fehérbőrű társaim. Egy ilyen alkalommal szinte a semmiből villámcsapásszerűen megértettem, hogy attól, mert cigány vagyok, nem vagyok alsóbrendű. Nehogy már állandóan esdekeljek azért, hogy elfogadjanak. Felszabadító érzés volt, és először életemben úgy utaztam gimnáziumba, hogy nem görcsöltem. Aztán a helyükre kerültek a dolgok. A cigányparti világ, ahová születtem és ahol a rokonaim éltek, és a nem roma világ hirtelen egy térré szélesedett. Soha többé nem vettem rá rockzenét apám kaiak kazettáira, és a cigány identitásomat többé nem nyomta el a magyar. Eltelt negyed évszázad. Talán bölcsebb is lettem valamennyire. A hátam azóta egyenes. Szombaton büszkén vonulok a fiaimmal. Gyertek el ti is!